Ahogy azt már megszokhattátok, én itt a csatornán előszeretettel foglalkozom rádiókkal. Épp ezért egy újabb rádiónak a kicsomagolása, illetve a tesztje fog most következni. Na jó, egy kicsit csalok, ugyanis ezt a rádiót én már kibontottam, és egy ideje használtam, teszteltem is, de most egy ilyen nagyon egyszerű, puritán kicsomagolást készítek nektek is. Őszinte leszek, ennél jobb állapotban a doboz akkor sem volt, amikor megérkezett. Itt van némi product specification, azaz termékspecifikáció, és ez, kérek szépen mindenkit, ez egy DAB pluszos rádió, ami azt írja, hogy support slideshow, ez pedig annyit tesz, hogy a DAB pluszon megjelenített képeket is tudja prezentálni. Általában egy csatornalogó, vagy éppen egy albumborító, esetleg van olyanra is példa, ahol konkrétan időjárás jelentés van ebben, és hát akkor bontsuk is ki. Igazából itt van egy ilyen nagyon egyszerű micro USB kábel, ezt a rádiót ugyanis lehet tölteni, mármint hogy beépített lítiumos akkumulátora van, és ezzel a kábelrel lehet tölteni. Ezen kívül van itt még egy rádió, és van itt még némi instruction manual, konkrétan an instruction manual, azt mondja, hogy egy leírás, portable digital radio, ennek a típus egyébként DAB kötőjel PC 1, és őszintén szóval márkája szerintem nincs. Ezt a rádiót is az AliExpressről vettem, méghozzá egész pontosan ezt, és hát nem volt annyira vészesen drága, valamiért nincsen fókusznál, lassacskán kezd megérkezni. Nem volt annyira vészesen drága, én túl nagy elvárásaim nem voltak az irányában, és hát ez be is jött, de vegyük elő magát a készüléket, íme. Bár a dobozom még a régi DAB Plus logó van, itt a rádión már egy új DAB Plus logós matrica található. Itt van egy színes LCD kijelző, föl, oké, le, és egy kibe kapcsolódva módválasztó gomb, illetve itt oldalt van még, hogyha hosszú nyomunk, akkor hangerő, hogyha meg röviden, akkor pedig különböző egyéb funkciókat lehet elérni. Itt van ugye az a bizonyos micro USB csatlakozó, ezt őszintén szóval fogalmam sincs, hogy mi lehet, és van itt egy fejhallgató csatlakozó, hátul pedig ismét megtapasztalhatjuk azt, hogy mi is a konkrét modell száma a rádiónak. Alul, felül nincs semmi, itt van pár csavar, rögzítő csavar, és itt van a tetején egy ilyen nagyon picike kis antenna, konkrétan bele is fér a képbe. Na, leginkább ez okozza a problémákat a rádióval kapcsolatban. Na, most, hogyha bekapcsoljuk, megnyomom hosszan ezt a gombot, akkor Comic Sans MS betűtípussal üdvözöl minket, és akkor kapásból, amit legutoljára használtam, az az FM rádió volt, úgyhogy értelemszerűen erre is ugrik rá. Hát itt, hát igen, ez a probléma. Ugyanis túlzottan nem jók a vételi képességei, pont ennek az antennának köszönhetően, ami rendkívül rövid, de megpróbálok keresni nektek egy olyan csatornát, ahol minden erdélyes információt meg fog jeleníteni, ami csak elérhető. Hát ez nem a 88.6 lesz, az ugyanis egy kicsit messzebb van, és nem is túlzottan erős, hanem mondjuk keressük meg szépen a katolikus rádiót, ami a 104.6-on van itt Sopron környékén. Ugye itt van erdélyes, meg is jelenti, hogy erdélyes, és akkor, ha minden igaz, itt majd szépen megjelenik az, ami a rádió textben szerepel, az, hogy Magyar Katolikus Rádió Sopron, ott a frekvencia helyén kéne megjelennie, pedig annak, hogy Kat Rádió, ami az erdélyes PS lenne egyébként. Itt a, sose tudom melyik gomb az, a felső gombot, hogyha megnyomjuk, az gyakorlatilag az információ gomb, úgyhogy ott változtathatom, hogy mit szeretnék megjeleníteni. Például a program type az a Katolikus Rádió, nyilván religion, frekvencia, dátum és idő, ami még nincs beállítva. Hát nem éppen túl meggyőző, ahogy ez működik, de itt van például a 102-n Retro Rádió, már meg is jelent a rádió neve, hamarosan pedig, ha minden igaz, akkor meg is érkezik a rádió text. Meg is érkezett. Ez az előadó, illetve a dal cím, amit jelenleg lehet hallani, meg is ismételte, ezt lehet hallani jelenleg a Retro Rádión, és akkor ugye itt van még egyszer a Program Service, itt van a Program Type, ugye a Retro Rádió az Oldies-t játszik, frekvencia,
dátum, amit még mindig nem állított be, meg egyébként ott fönn azt is az időt is be kéne állítania. Hát nem tudom igazából mit tudnék még megmutatni az FM rádióról. Lehet természetesen letárolni, be lehet állítani a keresési érzékenységet. Most az All Stations-re van állított, tehát ennek ellenére mégis ilyen kevés rádiót talál, bár bocsánat. Kicsit nem kézreálló egyébként, hogy itt van ez a föl és a legom, legalább akkor lett volna fordító, vagy nem tudom, vagy legalább lettek volna egymás mellett. Háttérvilágítást, dátumot, időt, ébresztőt lehet beállítani, elalvás kapcsolót, némi EQ prezetek is vannak, én át lehet állítani a nyelvet, nyilván a magyar az nincs benne, de német és angol van, és van gyári beállítások visszaállítása, illetve itt van némi rendszerverzió a szám, illetve betű fetisisztáknak, hogyha ez így tetszik. Mondjatok két, miből le? Így. Oké. Okay. Ennyit tehát az FM rádióról, meg innen a menüről. A menü egyébként DAB Plus-on sem fog sokban eltérni. Most átváltok DAB Plus-ra. És amit mondtam, a DAB Plus-on igazából ez a rádió azért is különleges, mert hogy meg tudja jeleníteni a rádióhoz tartozó képet, ami általában a legtöbb esetben egy logó, de például dalcímek esetén az album borítót is megjeleníti. Most igen, bocsánat, DAB Plus-ra váltunk, és akkor csinálunk gyorsan egy csatorna keresést. Olyan helyen vagyok, ahol elég jó most a vétel, úgyhogy viszont csak az egyes osztrák csomag fog jönni, az azt jelenti, hogy 11 rádióról van szó, de hát szerintem nekünk az bőven elég, hiszen ezek közül mindegyik sugároz ilyen információt, ami logót, illetve egyéb képet tartalmaz. Itt van például a 88.6, ami szól hát, csak nem akarok copyright strike-ot, úgyhogy inkább lehalkítom, és ott látjuk a dalcím, bocsánat, a rádió nevét, illetve a szlogent, a program type, hogy milyen stílusú rádióról van szó, melyik csomagon van, az milyen frekvencián és milyen csatornán van, és meg is érkezett a logó, momentán nem szól éppen zene, ezért nincsen albumborító, de mondjuk akkor átváltok egy másik rádióra, mondjuk itt van az Energy, ahol éppen szól egy zene, méghozzá egy Cardi B dalról van szó. Ha minden igaz, akkor hamarosan meg kell érkeznie az albumborítónak. És itt is van Cardi B, I Like It, a rádió neve pedig Energy, ez a kép, ami éppen megjelenik, de váltsuk akkor át még egy csatornára, mondjuk itt van a You Live. És itt is van a következő dalnak, mint ha halkítok megint csak, itt is van a következő dalnak az albumborítója, illetve mellette szerepel a rádió logója is, ilyen vertikális formátumban. De a biztonság kedvéért azért megmutatok még egyet, például itt van a Rádió Maria, Österreich. Er weiht sie ein in seinen Bund. Meine Augen schauen stets auf den Herrn. Denn er befreit meine Füße aus dem Netz. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und gebeugt. Befreie mein Herz von der Angst. És itt is van a logó, illetve itt is írja, hogy éppen mi szól a rádióban.